A koronavírus járvány országos szinten több ezer embert, több száz családot érinthet hátrányosan, hiszen a gyárak partnerei egymás után mondják le, vagy ütemezik át megrendeléseiket. Ez pedig a munkavállalókat is érinti, hiszen a kisebb mennyiségű megrendelés kevesebb gyártást eredményez. Az már csak a cégeken múlik, hogy milyen intézkedéseket hoznak. Bezárnak vagy fennmaradásuk érdekében, csökkentik munkavállalóik munkaidejét, netalán elbocsájtásokkal élnek. Sátoraljaújhely önkormányzata ezekre a helyzetekre gondolva döntött úgy, hogy kisegíti a bajba jutott családokat, és 3 hónapon keresztül havi 10 000 forint támogatást ad azoknak az újhelyi polgároknak, kiknek a járvány miatt csökkent a jövedelmük. Igazolás kell arról, hogy a kérelmezőnek ténylegesen csökkent a munkaideje, ezáltal csökkent a bevétele. Ugye erről a munkáltatóval mindenféleképpen meg kell, hogy állapodjon, tehát ez a megállapodás, ez a szerződésmódosítás másolat lehet ez a dokumentum, vagy hogyha valaki elveszíti az állását ebben a 3 hónapban, ő is ezzel a dokumentummal kell, hogy a kérelmet benyújtsa. Itt a kérelmeket a polgármesteri hivatal aulájában lehet majd benyújtani, nem kell kimondottan a ügyfélfogadásra eljönni, hanem itt ebbe a urnába elhelyezéssel az látható, és nagyon fontos, hogy a 3 hónapon keresztüli folyósítás nem automatizmus, tehát ha valaki mondjuk április hónapra ezt megigényli, neki május hónapban is igazolni kell, hogy fennáll az állapot. Tehát újra meg kell ismételni ezt a kérvényt, innentől automatizmus lesz, de nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy abban az esetben, hogyha valaki megkapta áprilisra, májusban ugyanúgy be kell adnia újra, azt felülvizsgálják a kollégák, hogy valóban fennáll-e továbbra is ez az állapot. Az adatlapok elérhetőek a Városháza aulájában, illetve a város weboldalán. A beadott kérelmeket az önkormányzat munkatársai soron kívül bírálják el. A megítélt támogatásokat pedig elektronikus úton igyekszik eljuttatni a kérelmezőkhöz az önkormányzat, ezzel is csökkentve a személyes érintkezéseket.